Rab Zsuzsa, Vaspántok. Ha így szólnék a kedves, fiatal kalauzhoz, kalauz úr, hogyha ma este hazamegy, ölelje meg nagyon a feleségét, dicsérje meg, ami épp rajta van, akár az ócska pongyoláját. Ha így szólnék, ugye bolondnak tartanának. Ha így szólnék, a bottal kopogó, nyugdíjas bácsihoz a boltban, mikor épp forintjait guberálja, végül levágat 10 dekát, a kicsit hosszabb lett kenyérből. Bácsi, itt van 500 forint, tegye el, kérem. Épp ma kaptam, nem számítottam rá, fölösleges. Ugye bolondnak tartanának? Ha így szólnék az útkövezőkhöz, útkövezők, én ezt a kis kavicsot elviszem, mert az erezetében lehorgadt Krisztus fejet látok. Engedjék meg, hogy elvigyem. Ugye bolondnak tartanának? Ha így szólnék a torzomborz kamaszhoz, gyere fiam, üljünk le valahol, s te elmeséled, mitől nőtt válig a hajad? Mi ellen mered ez a tüske teljes arcod körül? S egyáltalán mitől vad te ilyen kérlelhetetlen? Ugye bolondnak tartanának? Ha így szólnék padon sütkérező, újságpapírból eddegélő nénikéhez, néni, jöjjön velem, amit szeret, azt főzök vacsorára. Puha ágyat vetek, előtte pedig mindent elbeszélhet, a mennyasszony korát, azt a szülést, a császármetszést is, és szegény jó ura szívszélhűdését, és hogy mivel ültette be a sírját. Azt is, milyen a szomszédasszony. Azt is, hogy a fia hogyan él Kanadában, meg hogy mit írt föl, és mire az orvos. Mindent apróra elbeszélhet. Sóhajtozhat és imádkozhat az ágyban, de éjjel egyszer maga úgy is sokszor fölébred. Keljen fel, takarjon be engem, mert éjjel mindig lerúgom a takarómat. Ha így szólnék, ugye bolondnak tartanának? Konvenciók, bevett szokások, hideg vaspántjai szorítják lüktető, eleven húsig lenyúzott szívünket.